Tisztelt ház fogadta Ózdon Esztergályos Cecíliát, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Pózdium 7. állomásának vendége volt. Bukovinszky Zsolt kérdéseire nem csak színházi munkáiról, hanem filmszerepeiről és a tánchoz fűződő kapcsolatáról is mesélt. Az est helyi közreműködői az Ózdi Képzőművészeti Egyesület tagjai voltak. Hát egyszer is megtelt az olvasó a Dorján Lajos terme az Ózdi Városi Televízió szuperprodukciójára. A Pózdium 7. állomásán először egy igazán rendhagyó produkciót, az Ózdi Képzőművészeti Egyesület tagjainak látványfestését élvezhette a közönség. Az est házigazdája, Bukovinszky Zsolt az Egyesület elnökét faggatta a csoport történetéről, jelenéről és tevékenységéről. Az Egyesület maga több mint 20 éves, és 17 éve a fejünkbe vettük, hogy az Ózdi gyárat és a kolóniáit fogjuk megfesteni. Majd, mikor ezt 10 évig csináltuk, az Ózdi gyárat, kolóniát, Kis-Amerika, Nagy-Amerika, Új-Telep, Velence, stb., akkor ugye itt mindnyájan ózdiak vagyunk, és tudjuk, hogy ez egy fantasztikus és tényleg megörökítésre váró és való feladat volt. Aztán nem mondtuk mi ezt meg soha, csak kicsit kijebb mentünk a városból, a város peremére, a falvakba, amit Alexa volt olyan kedves és elmondott, és aztán így tovább próbálunk fejlődni. Hány taggal működtök most, és egyáltalán hogy lehet ebbe az egyesületbe bekerülni? Nyilvánvalóan valamilyen módon kell érteni a festészethez. Legalább amatőr szinten. Igen, ez így nagyon jó ez a kérdés, és szinte a válasz is benne van, hogy olyan festők álltak össze, olyan művészek, mert szobrászok is vannak benne, kerámikusok is, rajztanárok, hát matek tanár, angol tanár, német tanár, óvónénik, és imádják. Tehát nem csak hobbiuk, hanem imádják is, amit csinálnak. Az olvasóban volt ez a Derkovics kör, és ott elfáradtak a művészek. Szándékosan nem mondom, hogy megöregedtek, mert a művészetben nem lehet megöregedni. Elfáradtak, és nagyon kedvesen átadták nekünk ezt a lehetőséget. Még mi, a Feri is, én is, pár alkotótársunk is jártunk ide az olvasóba, és aztán magunkévá tettük, és szépen alakulunk tovább. Fejlődni egyébként hogyan van lehetőségetek? Tehát egymástól is tanultak nyilvánvalóan, de mondjuk mesterek vannak-e a közeletekben? Mint mondtam, hogy rajztanáraink is vannak, tehát egymást is kisegítjük, másrészt pedig nagyon sokan eljárnak különböző sulikba, artiskolába, különböző festőtáborokban, nem mutogatok most még egyszer, és hát így megpróbáljuk összeszedni a tudást is. Nem csak imádjuk, nem csak szeretjük, nem csak csináljuk, festünk, hanem képezzük is magunkat. És akkor ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy nem csak együtt dolgoztok, hanem külön-külön mindenki maga otthon is? Hát otthon nem nagyon, mert a hétköznapokban vissza kell állni a munkába, és hát nem nagyon szoktunk. Nem nagyon. Aki szokott, az hát azt meg is kell dicsérni, mert vagy van több ideje, és azért, de általában nem. Weber Zsókát kérdezem arról, hogy pontosan mi készül most itt. Hát ezek fák lennének, elvileg egy mesebeli erdő, egy picit elvonatkoztatva, egy kicsit absztraktá varázsolva, úgyhogy majd utána megnézem hátrábról, hogy tényleg az lett-e. Mit szóltál ehhez a feladathoz, amikor kitaláltuk nektek ezt? Örültem neki, bár azt megmondom, megvallom igazából, hogy én az akril festékkel egy kicsit haragban vagyok. Nagyon ritkán festek akrillal, én inkább olajfestékkel vagy akvarellel. Kihívás a számomra, és sokat gyakoroltunk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy volt eredmény ennek. Akkor további jó munkát még a következő 4 percben. Tótné Kocska Orsolyát is megkérdezzük arról, hogy mi készül itt. Hát ez egy tátrai túra emléke gyakorlatilag. Idén is voltunk a családdal kicsit túrázni, és nagyon-nagyon közel áll a szívemhez az a vidék, és hát igyekszem egy ilyen sziklás, patak,
szerűséget megjeleníteni ez alatt a csekély pár perc alatt, ami rendelkezésünkre adatott. 3 percünk van még, Demes Ferencet kérdezem. Rólad tudjuk, még mielőtt a képre rátérnénk, hogy nem csak festesz, hanem kerámiával is foglalkozol, vagy mivel pontosan, meg ékszerkészítéssel, sok minden. Hát nekem nem sokan tudják, 14 köztéri alkotásom van, ami monumentális, Ózdon még nincsen. Sok városban van, és szeretik is a munkáimat, a legszebb a Serényfalvi emlékművem. Hát hogy mondjam, a szobrász az fekete vassal dolgozik, vagy fehér kővel? Na most én azért festek, mert itt meg színek vannak. És akkor ilyenkor kiélem magam a színekbe. Miután a festővásznak lekerültek a színpadról, Bukovinszky Zsolt a pódiumra szólította a rendezvény sztárvendégét, Esztergályos Cecíliát. A Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, táncművész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a rá jellemző harsány stílussal és humorral beszélt több mint fél évszázados pályafutásáról. Jöttek egymás után a filmek, akkor még ezek a főiskola előtt már. Főiskola előtt, 61-től 64-ig forgattam, és akkor mentem a főiskolára, jelentkeztem és felvettek. Arra a főiskolára, amit most éppen be akarnak falazni. De az a nagyon jó lesz ebben, hogy lesz kék főiskola és lesz zöld főiskola. És mindenki, hát az én időmben ilyen gyerekek nem. És akkor mindenki oda jár, ahova akar, hát igen. Hála Istennek, nekik a hála Istennek, hogy nem én vagyok a rektor. De annyira nem szerettél a főiskolára járni, nem? Én utáltam. Hát azért utáltam egyetlenem, mert én akkor már ugye egy ünnepelt balerina voltam külföldön, meg filmeket forgattam, és akkor be kellett ülni a padba, és azt kellett mondani, és úgy kellett mondani, mert ha nem úgy mondtad, úgy kivágtak, hogy csak na. De engem a Simon Zsuzsa vett föl, Szinetár Miklóssal, és nem vágtak ki. Ezt köszönhetem nekik, mert bármikor bárkit kivághatnak bárhonnan. És én elvégeztem a főiskolát, és a Kazimírnak köszöntem, hogy színésznő lett belőlem, mert ő meglátta bennem azt, amit akik néznek és szeretnek, vagy azért jönnek el, mert én ilyen vagyok. Akik azért nem jönnek el, mert én ilyen vagyok, azok maradjanak otthon. A Táliában játszottál nagy szerepeket, hozzád élő nagy szerepeket. Azzal kezdtem, a Csibével kezdtem. Móri Zsigmond Csibé, Bródi Sándor Dada, Bábelnak a Mária, óriási szerepeket, 17 évig. Aztán de kis hülyéket is játszottam. Aztán utána felálltál. Tessék? Egyszer. Aztán utána felálltál egyszer, és elmentél. Hát azért, mert megsértődtem. De esélyt mondom el, majd 90 éves koromban megírom. Elmentem a Nemzetibe, de azért mentem a Nemzetibe, mert a Vámos László, Miklóst akartam mondani, Vámos Lászlónál forgattam a Vőlegény című filmet 81-ben, és nagyon jól tudtunk dolgozni. Psota Irén volt a papám, a mamám, a papám volt az Agárdi Gábor, Dajka Margita nagymamám volt, Sücila volt a testvérem, baromi jó szereposztás volt, és minden, és ővele nagyon jól dolgoztam, és akkor én ott megsértődtem a Táliába, találkoztam a, nem tudom, utcán vagy presszóban a Vámos Lászlóval, és mondtam, hogy én eljönnék a Táliába. Nem, 17 év után, én a Karcsival nem csinálom ezt. Kazimír, ne a Karcsival csinálja ezt, hanem velem, hogy hadd menjek át. Na és akkor átmehettem, nem rögtön, 8 hónap múlva. De mert sértődős vagy amúgy? Igen, valamelyik beszélgetésben hallottam egy olyat is, hogy az egy érdekes történet. Nem folyik önökről a víz? Kicsit folyik, jó rendben van, akkor most csak viccelek, hogy akkor nem vagyok még klimaxba. Hogy volt olyan direktor, akire rázártad az ajtót? Ő, a Kazimír. Hát mert én a Kazimírt imádtam, mert mondom, ő bennem azt látta, aki vagyok. Sajnos, hogy elment. Sajnos, hogy kirúgták. Kirúgták Tárgyas Színházból,
kirúgták főiskoláról, kirúgták, senki nem ment oda tüntetni miatta. A történetek szinte kivétel nélkül mindenkinek mosolyt csaltak az arcára, és a nagy nevetések sem maradtak el. A közönség testközelből is megismerhette az érdemes és kiváló művész személyiségét, munkásságát. Esztergályos Cecília zárásként énekelt is. Elhangzott Heltai Jenő és Szirmai Albert 3-tól 6-ig és a Modell című műve is. A Pózdium októberben folytatódik, akkor Olái Baja énekesnő, dalszerző érkezik Ózdra.